Sziasztok! A mai videóban az egyszerűen igeidőt, vagy angol nemét a present simple-t fogjuk megnézni. Mellettem az angol mondat szerkezetét látjátok, kijelentő, tagadó, eldöntendő kérdés, kérdőszavas kérdés és felszólító mondat esetében. Ugye ez nagyon fontos nekünk, hiszen az angol az kötött szórendű, tehát a szavakat ebben a sorrendben kell nekünk behelyettesítenünk, és ami a fontos, amikor már egy igeidőt veszünk, és elkezdünk egy igeidőt definiálni, az, hogy ez az igeidőnek mi a képzése, ami azt jelenti, hogy milyen rangot kap az ige, és mi lesz a segédige tagadó és kérdő mondatokban, és mi a használata, azaz mi az, ami megkülönözteti a maradék három jelen esetben jelen igeidőtől. Nézzük először az egyszerű jelennek a képzését. Az egyszerű jelennél a kijelentő mondatban kell csak ragoznunk az igét. Itt is csak egyes szám harmadik személyben lesz olyan, amikor az ige egy ragot kap, egy S betűt. Ezt írjuk hozzá az igéhez. Egyes szám harmadik személyben. Szóval a szabály kijelentő mondatban, ha az alany egyes szám harmadik személyben áll, az igéhez írunk egy S ragot. A többi számbani személyben viszont az ige nem kap semmilyen ragot, a szótári alakját használjuk. Segédigé kettő létezik az egyszerű jelennél, a do és a das szócska. A das használjuk egyes szám harmadik személyben, a do pedig az összes többiben. Ha ezt behelyettesítjük a képletbe, akkor megkapjuk, hogy alany, segédige plusz nát, iget tár, ugye ez volt a képlet. Egyes szám harmadik személyben dasra kell nekünk a segédigét helyettesíteni, a többi számbeli személyben pedig a do lesz a segédigénk. Ugyanezt tesszük meg egy eldöntendő kérdés esetében és egy kérdőszavas kérdés esetében is, ahol természetesen a kérdőszóval kezdünk a mondat. Innentől már nekünk nincsen semmi más dolgunk, csak a mondat többi részét behelyettesíteni ebben a sorrendben. Milyen egyszerű az egyszerű jelen? Nézzük a használatát. Nagyon sok verzióját hallottam már az egyszerű jelen használatának, és annak idején, ahogy én is tanultam, valahogy nem igazán tudtam magamévá tenni ezt a használatot, hogy szokásos, ismétlődő, általános cselekvéseknél. Valahogy ez nekem olyan kézzelfoghatatlan volt, és nem igazán tudtam ezt hová tenni. Ezért én nem azt, hogy kitaláltam, hanem én, ahogy szoktam magyarázni az egyszerű jelent. Minden olyan jelenbeli cselekvés, amit amikor kimondunk vagy leírunk, az magyarul is jelenben mondjuk el, de abban a pillanatban, mikor mi ezt kimondjuk vagy leírjuk, ez nem történik meg. Hogyha nézzünk rá példákat, ugye én most jelenleg itt állok, és veletek, nektek beszélek, de hogyha azt mondom, hogy gyarmaton élek, szeretem a focit, minden nap 6-kor kelek, hogy ezeket a cselekvéseket magyarul jelenben mondom, de ekkor, abban a pillanatban, most, hogy én ezt kimondom, ezt nem csinálom. Tehát ezt, hogyha én át akarom fordítani angol nyelvre, akkor ezt csak egyszerűen igeidővel tehetem meg, és csak ezt a képzést, az előlátott képzést lehet használni. Tehát erről szól az egyszerű jelennek a használata. Mint minden igeidőnek, ennek is vannak használatai, vagyis hát határozó szavai. Ezek a határozó szavak szerintem csak megerősítenek abban, hogy ez a cselekvés nem a jelen pillanatban zajlik, de mégis jelenben van. Mindig, általában, gyakran, néha, tehát azt mondom, hogy néha járok focizni, minden nap 6-kor kelek. Ezek olyan cselekvések, mindig iszok kólát, ezek olyan cselekvések, amiket most, amikor ezt kimondom, nem csinálok. Tehát nekem az egyszerű jelen képzését kell jelen esetben használnom. Ezek a határozó szavak a képletben és a mondatokban mindig az ige előtt állnak. Ez nagyon fontos, máshol nem állhatnak, legyen ez tagadó, kijelentő, vagy kérdő mondat, ezek mindig az ige előtt állnak. Egyetlen egy kivételével, az every, ami azt jelenti, hogy minden, az előbb sem tettem minden nap, minden héten, ezek viszont a mondat végén állnak, hiszen ott az időhatározónak a helye. Ha ki szeretnénk emelni, akkor kezdődhet ezzel is a mondat, tehát állhat a mondat elején is. Jobban szeretem, és hogyha valaki most tanulja az angolt, akkor sok olyan, hogyha megtartja a végén, hiszen az időhatározónak a helye, így nem fog a mondatba belekeveredni, amikor vagy írja, vagy pedig mondja. Amit itt látunk viszont, és szintén az egyszerű jelennek a része, az a létige. Van viszont egyetlen egy ige, és ez a létige az, az egyetlen egy ige az angol nyelvben, amely nem tartozik bele abba a szerkezetben, amit az előbb láttunk, láttatok, tehát a kijelentő mondat, a tagadó mondat, az eldöntendő kérdőszavas kérdés szerkezetében, az egyetlen ige az, amely nem kap segédigét kérdésben és tagadásban, és nem S betűt kap egyes számhalmi személyben, és úgy van ragaszban, azaz nem is az igének a szótárját használjuk, ez a létige. Ez ugyanúgy egyszerű jelen, olyan cselekvés, amelyet a beszédpontában nem csinálsz, ugye lennék nem tudsz folyamatosan, vagy abban a pillanatban, tehát most én azt nem csinálom, hogy én itt vagyok, és én ezt csinálom, mert hogy csinálom ezt a cselekvést, hogy vagyok. Ennek a ragozása teljesen más.
ezt itt láthatjátok, hogy a maga a létig szótárban ez a be, vagy hát köznyelvben minden egyes igenlők volt régen to, most már csak a to be előtt maradt meg ez a to, tehát csak itt marad meg, a be azt jelenti, hogy lenni, de magyarul így beszélünk, hogy én lenni, te lenni, ő lenni, ezt is ragozzuk, én vagyok, te vagy, ő van, ezt látjátok itt, hogy ez hogy van angolul, és tagadásnál is én nem vagyok, ő nincs, ez lenne a verziója, ugyanez itt az angolban is van. A nagy szócskát szintén hozzuk tagadó szóként, hiszen ez a tagadó szó az angolban, tehát ez itt is előfordul. Kérdésben viszont fordított szórendet használunk, azaz az ige ebben az esetben megelőzi az arra. Fontos, ez egyetlen ige az egész angol nyelvben, amely nem követi ugyanazt a szerkezetet, amit az előbb láttatok, ennek teljesen más a ragozása. Én azt szoktam mondani, hogy kevés mondatot lehet mondani a létigével, bemutatkozáson és egyéb tárgyak, a színek vagy számoknak a kifejezésén túl kevés olyan cselekvés, amit a létigével fel lehet írni. Szóval érdemes előbb az összes igének a ragozását megtanulni, és csak kivitelként a létigét felhozni, amely szintén az egyszerű annak a része. Köszönöm a figyelmeteket, folytatjuk az egyszerű múlt igeidővel. Sziasztok!